már több mint 100 halottja van a beiruti robbanásnak, mint a földrengés pusztított volna a fővárosban, nemzeti gyásznappal Libanonban. Videóra vette a robbanást egy kint élő magyar, a lakásuk romba dőlt, jól vannak, ahogy a többi magyar is. Fákat döntött ki, tetőket rongált meg a tegnapi vihar, a Dunán árhullám indult el, még ma is sok eső lesz. Fordult a kocka, nyugdíjas verte át az unokázós csalókat, a futárt elfogták, társát még keresik. Ez a híradó délben, jó napot kívánok, Józsanett vagyok. 100 fölé nőtt a beiruti robbanás áldozatainak száma, és ez valószínűleg még nem a végső adat. Több mint 4000-en sérültek meg a detonációban. Mint a földrengés pusztított volna, úgy dőlt romba a libanoni főváros egy része. A robbanás okozta lökéshullámot még a 200 kilométerre lévő Cipruson is érezni lehetett. A katasztrófa okáról még nem tudni biztosat, a hatóságok szerint egy korábban elkobzott hajó vegyi anyagrakománya robbant fel. Az Egyesült Államok szerint viszont merénylet történt. Beirutot katasztrófa sújtott, a várossá nyilvánították, és már a gyásznapot hirdettek Libanonban. Kisebb robbanások után sűrű füst gomolygott kedd délután a beiruti kikötőben. A kisebb lángok láttán többen is a füstölgő város rész felé irányították kameráikat. Így sikerült felvételeket készíteniük arról a hatalmas erejű robbanásról, amely egy 4,5-ös erejű földrengésnek felel meg. Senki sem számított arra, hogy a detonáció szinte a fél várost romba dönti, míg a robbanás helyszínétől 8-10 kilométerre lévő utcákban is megrongálódtak az épületek, a lökés hullámot pedig a 200 kilométerre távolabb lévő Cipruson is érezték. Órákon át teljes káosz volt az utcákon, ahol lépni is alig lehetett a felborult autóktól, a kitört üveg, tégla, beton és fémtörmelékektől. A vérző, sokkos állapotban lévő emberek nem értették, mi történt. Telefonon próbáltak kapcsolatba lépni a mentőkkel és a szeretteikkel. Csak hogy leállt a telefon összeköttetés és az internet szolgáltatás is, három kórház pedig teljesen, kettő részben összedőlt. Hallottuk az első robbanást, az ablakon át kinéztünk, hogy mi történhetett, de nem gondoltuk, hogy lesz egy második detonáció is. Az üveg felrobbant előttem, mondta egy férfi, akinek szilánkos arcával sikerült eljutnia egy működő kórházig. A 4000 sérült között van az ENSZ 48 alkalmazottja és 27 családtagja is. A mentés azonnal elkezdődött, előbb a civilek kezdtek kutatni a romok alatt, saját hozzátartozóik után. Reggel még mindig füstölgött a kikötő. A légi felvételen egy megrongálódott gabonatároló még álló falai látszanak, mellette egy hatalmas kráter. Annak a helyén állt az a raktár, amelyben több mint 2700 tonna ammóniumnitrátot tároltak már 6 éve. Az első jelentések szerint egy mellette lévő petárdaraktárban keletkezett tűz robbanthatta be a műtrágya, illetve robbanószerek készítéséhez használatos vegyszert. A ammóniumnitrát robbanásra utal az is, hogy szemtanúk szerint a robbanás után narancssárga felhő keletkezett. Több ország is felajánlotta segítségét, de egyelőre hivatalos jelentést várnak arról, hogy került-e mérgező anyag a levegőbe. Azután tudják csak eldönteni, milyen egységet küldjenek a térségbe. A humanitárius felajánlások is folyamatosan érkeznek. A két ország közötti háborús feszültség ellenére az elsők között Izrael jelezte, hogy több kórháza befogadna sérülteket. A robbanásokat sokan összefüggésbe hozták a 2005-ben megölt kormányfő Rafik Hariri feltételezett gyilkosainak perével. A négy vádlott tagadja bűnösségét, és csütörtökön távollétükben hoznak ítéletet. Mind a négyen az iráni támogatással működő Hezbollah tagjai. A hivatalos nyilatkozatok továbbra is balesetről szólnak, és ezt kommunikálta az izraeli külügyminiszter is, aki óvatosságra intett a különböző feltételezések kapcsán. Az amerikai elnök viszont azt mondta, hogy tábornokai szerint valószínűleg robbanó szerkezet okozhatta a detonációkat. Az évek óta tartó politikai és gazdasági válságban szenvedő országállamfője összehívta a legfelsőbb védelmi tanácsot, a kormányfő pedig Beirutot katasztrófa sújtotta várossá nyilvánította, és egynapos nemzeti gyászt rendelt el.
Nincs magyar áldozata vagy sérültje a beiruti robbanásnak az eddigi adatok szerint. A detonációban megsérült a magyar nagykövetség épülete is. A magyar kormány segítséget ajánlott fel Libanonnak a mentéshez és az újjáépítéshez. Beirutban több magyar is él, egyikük az erkélyükről videóra vette, hogy a robbanás utáni lökés hullám robban dönti a lakásukat. A látvány megdöbbentő. Sűrű szürke füst, több kisebb, majd egy hatalmas robbanás. Ezután pedig teljes káosz és pánik hangulat. Elárasztották a világhálót kedden az ehhez hasonló videók. Az egész világot sokkolta a katasztrófa filmbe illő beiruti robbanás. Ezeket a felvételeket egy ott élő magyar, Német Ágoston készítette, aki menyasszonyával alig pár száz méterre lakott a detonáció helyszínétől. Kimentem a teraszra, és azt láttam, hogy akkor eléggé hevesen már ég az egész épület, és akkor volt egy hirtelen egy hatalmas pusztító erejű robbanás, és láttam az egész lökéshullámot, amit az előbb így a videón is láttam, ami végig söpört ott a városrészen, láttam, hogy az ablakok kitörnek, és egy pillanattal később a földön találtam magam, és így hátranéztem, és láttam, hogy a teljes lakásunk romokban van. Minden ablak kitört, az összes bútorszana szétrepült, semmi sem maradt a helyén, mindenütt üvegszilánkok borították a padlót. Ők jól vannak, de a ház, amelyben élnek, összeomlott a robbanástól. Jelenleg magyar barátaiknál laknak. Német Ágoston még reggel is arról beszélt, milyen megrázó volt, amit átéltek. Elég sokkoló volt, és most, ahogy látom, ez is újra így érzem, hogy így hat rám, de ez az egész történés. Hát nagyon megrázó. A detonációt még a 240 kilométerre található Cipruson is érezték. A híradó egyik nézője, Griecs Vivien is hallotta a robbanások hangját. Olyan volt, mintha nem tudom, valami belezuhant volna a tengerbe, de egy hatalmas nagy robbanás. Sokáig csak találgattak, hogy mi történhetett. Nyilván nem tudtunk mire gondolni, hogy mi is lehetett ez. Tényleg találgattuk meg közelem, hogy Szíria, meg tényleg itt minden közel van Ciprushoz, hogy valami bevetés volt, vagy robbantás, vagy bármi, úgyhogy igen, egyébként megijedtünk, de aztán nem tudtuk, hogy mi tévők legyünk, hogy most menjünk a külügyre, nem menjünk, vagy konzulátust keressünk. A beiruti robbanásban a magyar követség épülete is megsérült, magyar érintettekről azonban nem tud a külgazdasági és külügyminisztérium. Ezt írt a közösségi oldalán Mencer Tamás államtitkár. Hozzátette, a nagykövetség kapcsolatban van a helyi hatóságokkal. Kollégáik készek arra, hogy szükség esetén segítsék a magyar állampolgárokat. A mentés közben jelenleg is zajlik. A Pest megyei kutatómentőszolgálat vezetője az M1-en arról beszélt, a romok alatt rekedtek kimentése nagyon összetett feladat. Ilyenkor fontos a gyorsaság, ugyanis 72 óra után már nagyon kis eséllyel találnak túlélőket. Akár mentőkutyák bevetésével, akár különböző technikai keresőeszközökkel, amikor a felszín már le lett tisztítva, tehát minden túlélő ki lett mentve, akkor egy ilyen prioritási sorrend alapján elkezdik azokat az épületeket átvizsgálni, ahol vélhetőleg a robbanás pillanatában is tartózkodtak, és ezeken a helyszíneken nagyon hosszú és igazából nagyon bonyolult mentési szituációk fognak most elindulni, ami azt jelenti, hogy akár egy-egy túlélőnek a kimentése több napot is igénybe vehet. A magyar kormány segítséget ajánlott fel Libanonnak. Rövid távon életmentő segítségre van szükség, tehát katasztrófavédelmi segítségre és orvosi segítségre. Több mint 4000 sérültről tudunk eddig, képtelen ellátni a libanoni egészségügyi rendszer őket. Közepes távon azt tudni kell, hogy Libanon jelenleg gyakorlatilag államcsődben van, és a kikötőben nagy mennyiségű élelmiszer és gyógyszerkészletek semmisültek meg. Hosszú távon pedig újjáépítési segítsége lesz szükség. Orbán Viktor részvétét fejezte ki a libanoni miniszterelnöknek. Levélben azt írta, idézem, gondolataink és szívünk önökkel vannak. Hangsúlyozta, Magyarország készen áll segítséget és támogatást nyújtani Libanonnak ebben a nehéz időszakban. Több mint 150-szer riasztották tegnap a tűzoltókat Bács-Kiskun megyében a viharkárok miatt. Legtöbbször fakidőlések és letört ágak miatt kellett kivonulniuk. Több ház pincéjét, garázsát is elöntötte a víz, de megbontott tetőszerkezetekről is érkeztek bejelentések. Soltvadkerten egy 120 éves malom tetejét szakította le a szél. További részletek a helyszínről Molnár H. Boglárkától. Hol tartanak a helyreállítások?
Köszöntöm a nézőket. A munkálatok jól haladnak, a fákról már levették a tetőszerkezet darabjait, és a kisebb-nagyobb faágak nagy részét is eltávolították, összedarabolták. De sok munka van még hátra, mivel még ma szeretnék elszállítani a leszakadt tetőt, hogy megnyithassák a jelenleg is lezárt útszakaszt. A malom tulajdonosa itt van a helyszínen, aki elmondta, hogy több 10 millió forintos a kár. Az épület tetőhíján szinte teljesen beázott a tegnapi viharban. Azt is megtudtuk, hogy a vasszerkezet leszakadása előtt fél órával mentek haza az itt dolgozók. A tető magával rántott egy nagy feszültségi oszlopot, és leszakította a kábeleket is, amelyek szikrázni kezdtek. Egyébként mi végigmentünk Solt-Vadkert több utcáján is, és azt láttuk, hogy valóban nagy pusztítást okozott a vihar. Kidőlt fák, összedarabolt rönkök és leszakadt faágak hevernek több felé. De még egy mondat erejéig visszatérnék a régi malomra. Ugye ez egy több mint 100 éves műemléki épület, tehát nagyon nehéz lesz helyreállítani. Jelenleg nem is szabad bemenni az épületbe, mivel életveszélyes. Molnár H. Boglárka, köszönjük. Az elmúlt napok heves esőzései miatt áradás indult el a Dunán, csütörtökön este tetőzhet a folyó Nagybajcsnál. Győrben a Mosoni Duna elöntheti akár a rakparti utat is. Győrben van Kovács Noémi. Felkészültek a szakemberek? Jó napot kívánok, szervusz! Igen, amit lehet is látni, most jóval magasabb a folyó szintje az átlagosnál. Itt mögöttem azt is lehet látni, hogy a sétányt, a rakparti sétányt is elöntötte már a víz, és amint említetted is, az árhullám levonulásának a tetőzése, az tulajdonképpen csütörtök este, péntek hajnalra várható a szakértők szerint is. De ugye az elkövetkezendő napokban nem várható nagyobb mennyiségű csapadék itt a térségben, úgyhogy emiatt valószínűleg hamar lezajlik majd a folyamat. A mai nap folyamán egyébként elsőfokú készültségi szintet rendeltek el a Duna 3 szakaszán is, ami azt jelenti, hogy a vízállás az körülbelül 460 és 480 cm közt alakul. Ez azonban a holnap hajnali órákra elérheti a másodfokú készültségi szintet is, ez pedig további egy méteres emelkedést jelenthet. Illetve az elkövetkező napokban számítani kell arra is, hogy kisebb elöntések lesznek majd itt a rakparton és a térségében, valamint útlezárásokkal is kell majd számolnunk itt Győrben. Kovács Noémi, köszönjük. Eső után pedig jön a kánikula a hétvégére. Az ilyen időjárás kifejezetten kedvez a szúnyogoknak. A katasztrófa védelem folyamatosan végzi a szúnyogok gyérítését, nem csak a földön, de a levegőben is. A héten több mint 400 településen és 140 ezer hektáron dolgoznak a szakemberek. Rajt van a bokánál egy hatalmas csipés. Zombokon a hatalmas csipés. Nem kímélik a vérszívók a vízparton pihenőket. A Tiszatónál sokan arra panaszkodnak, hogy az esti órákban valóságos szúnyograjzás tapasztalható. Nagyon szeretnek minket, úgyhogy folyamatosan esznek. Most is épp, hogy leültünk a stégre és elözöllöttek minket. Este 7 órától 10 óráig meg tulajdonképpen nem lehet kint maradni, ha nem használunk szúnyogriasztót. A patikákban egyre keresettebbek a riasztószerek és a csípés elleni krémek. Tiszatónak a közelsége miatt rengeteg a szúnyog, és ugye embere válogatja, hogy kinek mennyire édes a vére, vagy úgy szokták mondani, kinek mennyire édes a vére, mennyire szeretik a szúnyogok. Többféle hatóanyag is van, természetes és nem annyira természetes. Az elmúlt időszak esőzései majd a hirtelen jött forróság miatt országszerte sok a szúnyog. Ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ időszakosan ismét engedélyezte a légi vegyszeres szúnyoggyérítést. A napokban több mint 400 településen és 9 fővárosi kerületben összesen 140 ezer hektáron dolgoznak a szakemberek. Budapesten és a Tiszatavon kívül kezelések lesznek a sziget közben, Komárom, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, Mohács, Szolnok és Sopron térségében, valamint Békés, Csongrád-Csanád, Borsodaba, Üzemplén és Hajdú-Bihar megyében is. Szolnokon szakértők bevonásával derítik fel a szúnyoglárvák lehetséges élőhelyeit, amitől jelentős javulást várnak. Az élőhelyek évről évre a csapadék mennyiségének a változásával, illetve a hőmérsékletnek az ingadozásával változnak, és mindig az aktuálisan felmért élőhelyeknek a figyelembevételével
történik meg a biológiai szúnyoggyérítés. Ebben a budapesti üzemben készül az a vegyszer, amellyel a kémiai gyérítést végzik. A repülőgépek és a földi járművek egy hét alatt csaknem 70 ezer litert permeteznek szét. Heti terveket hajtunk végre. Az időjárás természetesen befolyásolja a kivitelezési munkákat. Például a tegnap jött esős front, az nagyon sok helyen megakadályozta a tényleges munkavégzést. A kezelések minden esetben úgy vannak meghirdetve, hogy egy főnapot és kettő tartaléknapot jelölünk meg. A szakemberek mellett azonban a lakosság is sokat tehet a szúnyogmentes környezetért. Folyamatosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kis vízgyűjtőhelyek, de akár még a madáritatók, az esővizes hordók, a kádak, a medencék, ezek mind nagyon kedvelt helyei a szúnyoglárváknak, tehát itt is egész nagy mennyiségben ki tudnak fejlődni. Ezért, hogyha nem akarunk magunknak kellemetlenséget, akkor fedjük le ezeket a helyeket. A gyérítésre használt vegyszerek emberre és háziállatokra nem jelentenek veszélyt. Az érintett területeken bejelentett méhészeket azonban a kezelések pontos időpontjáról elővigyázatosságból minden esetben értesítik. Több mint 2,5 millióan maradtak áramszolgáltatás nélkül az Egyesült Államok keleti partján az Ézsaiás nevű trópusi vihar miatt, amely özönvízszerű esőzéssel, tornádókkal és csak nem hurrikán erejű széllökésekkel pusztít. New Jersey kormányzója rendkívüli állapotot hirdetett az állam egész területére, szerinte napokba telhet, mire helyreáll az áramszolgáltatás. New Yorkban hidakat zártak le, leálltak a kompok és bezártak a repterek is. A trópusi viharnak keddestig 4 halálos áldozata volt, mindannyian kidőlt fák alá szorulva lelték halálukat. Már 18,5 millió koronavírusos fertőzöttet azonosítottak világszerte, a halálos áldozatok száma tegnap átlépte a 700 ezret. Ausztráliában minden eddigi rekord megdőlt. Victoria államban több fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, mint korábban az egész ország területén összesen. Továbbra is az Egyesült Államokban a legrosszabb a helyzet, de Dél-Amerikában is robbanásszerűen terjed a vírus. Egy vágóhídon alakult ki a dániai koronavírus járvány új gócpontja. A húsfeldolgozó üzem csak nem 80 alkalmazottja, köztük sok lengyel vendégmunkás fertőződött meg. A vírus gyorsan tovább terjedt a városban, és megjelent egy helyi idős otthonban is. Országszerte csak nem 300 fertőzöttet regisztráltak a hét első két napján. Ilyenre április óta nem volt példa. Javulni látszik a járványhelyzet Svédországban az egészségügyi hatóság fő infektológusa szerint. Sajtótájékoztatóján Anders Tegnell kijelentette, a fertőzések száma és a halálozási ráta is csökken. A szakember azonban hozzátette, továbbra sem javasolja a maszkviselést, szerinte ehhez még további kutatásokra van szükség. Svédországban több mint 80 ezeren fertőzöttek meg, és 5700-an vesztették életüket, több mint 6,5-szer annyian, mint a többi skandináv országban összesen. A Román Epidemiológiai Társaság alelnöke is optimistán nyilatkozott. Szerinte Romániában a járvány csökkenő szakaszába lépett. Holott az elmúlt hétben a napi esetszám egyszer sem esett 1000 fő alá, és kedden rekordot döntött az elhunytak és intenzív terápiás kezelésre szorulók száma is. Több tucat sírhelynél égnek gyertyák a Texas állambeli Last Mile Pass városában. A helyi pap szerint még soha ennyien nem vesztették életüket egyház közösségében. Olyan, mint egy cunami, csak jönnek és jönnek a halottak, mondta a lelkipásztor. Jelenleg több mint 18 ezer fertőzött van válságos állapotban az Egyesült Államok kórházaiban. 2 200 000 aktív fertőzött van országszerte, és ez a szám folyamatosan emelkedik, ezért várhatóan minden eddiginél többen kerülnek kórházba a következő hetekben. Már több mint 160 ezeren vesztették életüket az észak-amerikai országban. Az összes fertőzés szám várhatóan pénteken lépi át az 5 milliót. Nem lesz szeptembertől tanítás a mexikói iskolákban, jelentette be az oktatásért felelős tárcavezető. A diákok otthon fognak tanulni, amiben a helyi közmédia lesz a segítségükre. Naponta százak vesztik életüket a dél-amerikai Peruban. Az áldozatok száma kedden meghaladta a 20 ezret. Július vége óta újra robbanásszerűen emelkedik a napi új esetszám. Az aktív fertőzöttek száma néhány nap leforgása alatt 99 ezerről 117 ezerre nőtt. A kormány augusztus végéig meghosszabbította a kijárási korlátozásokat.
Több mint 8000 koronavírusos beteg van kritikus állapotban Brazíliában. Egyetlen hónap alatt másfélszeresére 530 ezerről 740 ezerre nőtt az aktív fertőzöttek száma. Összesen 2 millió 800 ezer ember szervezetében mutatták ki a kórokozót, és 96 ezer ember vesztette életét a latin-amerikai országban. Szellemvárossá változott az ausztráliai Melbourne, miután a hatóságok újabban vasszigorral lépnek fel a kijárási korlátozások megszegőivel szemben Victoria államban. Aki a tiltás ellenére elhagyja otthonát, akár 1 millió forintnak megfelelő bírságra is számíthat. A legfrissebb adatok szerint újabb 11 esetben mutatták ki a koronavírus fertőzést itthon. Meghalt egy idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 599-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 534, 72 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen. Megtartják a Szent Misét augusztus 20-án a budapesti Szent István Bazilikában. A hagyományosan a bazilika előtti téren több tízezer zarándok részvételével megtartott szertartást idén az óvintézkedések miatt a bazilikában tartják, szigorú egészségügyi szabályok betartása mellett, és azon csak meghívottak vehetnek részt. A Szent Misét a Duna Televízió és a Magyar Katolikus Rádió élőben közvetíti. Új hitelkonstrukcióval bővül szeptemberben a Széchenyi kártyaprogram. A hitel kerete 100 milliárd forint lesz, és csak a turisztikai szektorban tevékenykedő mikro, kis és közepes vállalkozások számára lesz elérhető. A speciális kölcsön után nem kell kamatot fizetni. A kereskedelmi bankoknál lehet majd igényelni, az összeg pedig nem haladhatja meg a 250 millió forintot. Üres étterem. Tavasszal a koronavírus megjelenése után nagyon sok ilyen képet lehetett látni. A járvány leginkább a turizmusban, a vendéglátásban okozott súlyos problémákat. Szinte megállás nélkül dolgoznak a pincérek. Ezek a felvételek már az elmúlt napokban készültek. Új erőre kapott az ágazat. A kormány annak érdekében, hogy lendületben is maradjon a szektor, most a Széchenyi turisztikai kártya segítségével 0%-os szabad felhasználású hitelt nyújt a vállalkozásoknak. Ez a kávézó a Tatai tónál az első között nyitott ki a járvány lecsengése után. A kényszer szünetben minden olyan munkát elvégeztek, ami vonzóbbá teheti az üzletet. De már is újabb fejlesztésekben gondolkodnak, ezért biztos pályáznak majd az ingyen pénzre. Van egy-két fejlesztés, amire most egyelőre még nincsen keret, úgyhogy klímát, hűtőket, konyhai felszereléseket tudnánk venni belőle. Finomság hátán ebben a gyulai cukrászdában itt is sokat tettek azért az elmúlt hónapokban, hogy nyáron minél több vendég megforduljon náluk, és könnyen lehet, hogy élnek a kamatmentes hitel nyújtotta lehetőséggel, vagyis tovább korszerűsítik az üzlet berendezéseit. Saját erőből is azért csináltunk fejlesztéseket, beruházásokat. Már most a júliusi hónapban például a cukrászműveit klimatizáltuk, ami ugyancsak több százezer forint közelít a millióhoz, hogy a nagy meleget ezzel kompenzáljuk, és további fejlesztéseken törjük a fejünket, ilyenek a hűtőkapacitásaink korszerűsítése. A gyulai turisztikai vállalkozások közül várhatóan sokan érdeklődnek majd az új hitel iránt. A helyi turisztikai ügynökség adatai szerint ugyanis többen fizetőképességük határához jutottak a járvány miatt. Nagyon jó látni azt, hogy a nyári főszezonban rengeteg vendég érkezik Gyulára, ugyanakkor az előző időszakok komoly likviditási problémákat okoztak a hazai turisztikai ágazat szereplőinek, mind a szállásadóknak, mind a vendéglátóknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Tehát az, hogy ez egy szabad felhasználású lehetőség 0%-kal, ez mindenképpen élénkíteni és segíteni fogja az ő munkájukat és a működésüket. Az új program hitelkerete 100 milliárd forint. A vállalkozások a kereskedelmi bankoknál igényelhetik szeptembertől a kívánt összeget, amely nem haladhatja meg a 250 millió forintot. Gyakorlatilag minden turisztikai vállalkozás számára, amely mikro, kis és középvállalkozás, elérhető lesz. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató helyettese az M1-en arról beszélt, hogy a speciális kölcsön minden költségét az állam finanszírozza. A Kavoz ZRT irodáinál, a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáinál, valamint a vállalkozók és munkáltatók országösszetség irodáinál lehet majd kezdeményezni a hitelkérelmet, és pozitív döntés, valamint szerződés kötés követően a kereskedelmi bankok fogják folyósítani.
költeni ezt az összeget. Elemzők szerint az ingyen hitel nagyot lendíthet a turizmus vendéglátás helyzetén, amely tavaly a GDP 13%-át adta. Vagyis korán sem mindegy, hogyan teljesít idén az ágazat, amely 400 ezer embernek ad munkát. A kormány után most a közbeszerzési hatóságot hibáztatja a sikertelen Lánchíd tender miatt a főpolgármester. Karácsony Gergely az ATV-ben arról is beszélt, hogy elvégzik a szükséges korrekciót, ami lehetővé teszi a közbeszerzés elindítását. A BKK igazgató tanácsának fideszes tagja szerint, amit Karácsony Gergely képvisel, az vagy politikailag alantas tett, vagy pedig a teljes hozzá nem értést bizonyítja. Bár nem értünk egyet abban a jogi vitában, ami itt fölmerült, de végül is a BKK igazgató tanácsa elfogadta a hatóságnak az álláspontját, és módosította a kiírást. Az elmúlt hónapok kormánybíráló nyilatkozatai után ezúttal a közbeszerzési hatóságot hibáztatja a félre sikerült Lánchíd tender miatt Karácsony Gergely. A főpolgármester keddeste az ATV-ben azzal igyekezett kivédeni a tartalmi hibák miatt elbukott közbeszerzés kiírását, hogy egyeseknek fontosabb, melyik cég kapja majd a kivitelezésre szóló megbízást, mint az, hogy mielőbb megtörténhessen a rekonstrukció. Nagy jelentőség van annak, hogy akkor azok a referenciák, amikkel igazolja egy cég, hogy már végzett ehhez hasonló munkát, hogy azok az elmúlt 10 évre vonatkoznak, mi ezt akartuk volna elérni, vagy az elmúlt 8 évre vonatkoznak, ezt mondja a hatóság. A közbeszerzési hatóság közleményében erre úgy reagált, a Lánchíd tender közbeszerzési felhívása azért jogellenes, mert a főváros, mint ajánlatkérő, nem tartotta be a referencia időszakra vonatkozó előírást. A KH megalapozatlannak nevezte a sajtóban megjelent kifogásokat, hangsúlyozva, hogy a jogszabályok betartása nem választás kérdése. A Magyar Nemzet kedden arról írt, hogy Karácsony Gergelyék egy kedvenc cégre szabták volna a Lánchíd tendert. A lap üzleti körökből úgy értesült, a balliberális városvezetés a Demszky Gábor főpolgármestersége alatt is megbízást kapott építőcéget, az Áhíd nevű vállalatot akarhatta helyzetbe hozni a referencia időszak 8-ról 10 évre történő kitolásával. Wintermantel Zsolta, a BKK igazgatóságának fideszes tagja erre úgy reagált a Kossuth Rádió szerda reggeli műsorában, hogy amit Karácsony Gergely képvisel, az vagy politikailag alantas tett, vagy pedig a teljes hozzá nem értést bizonyítja. Ugyanis ugye ez egy nemzetközi nyílt közbeszerzési eljárás, tehát senki nem írta elő, hogy Duna hidat kell, vagy budapesti hidat kell referenciaiként bemutatni. Ez egy Európai Uniós közbeszerzés, tehát bárki, aki az elmúlt 8 évben Európában ennek a műszaki paramétereknek megfelelő hidat épített vagy újított föl, az indulhat ezen a pályázaton. Azért azt ne gondoljuk, hogy Európában az elmúlt 8 évben nem történt hídfelújítás. A Lánchíd felújításához nem a pénz hiányzik, hanem a szakértelem. Megmesterekkel nehéz. Június végén Orbán Viktor a parlamentben arról beszélt, miközben a balliberális pártok Budapest sanyargatását kérik számon a kormányon, addig a Karácsony Gergely vezette hivatal 180 milliárd forintos állampapírállománnyal rendelkezik. A miniszterelnök jelezte, a kabinet további 6+1 milliárd forintos támogatást is nyújt a fővárosnak azért, hogy a nemzet egyik szimbólumának számító Lánchíd megújulhasson. Iskolakezdést segítő programot indít a Katolikus Karitász. A kezdeményezés a 1356-os telefonszám hívásával 500 forinttal lehet támogatni, de online adományokat is fogadnak, ennek részletei a szervezet honlapján találhatók. A cél, hogy 10 000 gyermeknek tudjanak segíteni a szeptemberi iskolakezdésnél, köztük határon túli magyar diákoknak is. Különösen is tekintettel vagyunk arra, hogy a elmúlt hónapokban a járvány helyzet miatt sok család nehéz helyzetbe került, akár azáltal, hogy elveszítette a családfő vagy valamelyik családtag a munkáját, akár azáltal, hogy kényszer szabadságok voltak, így a jövedelem, ami jövedelem kieséssel is járt, és ez bizony a családi kasszán erősen meglátszik. Ezt kívánjuk pótolni ezzel az akcióval.
Kampány indul az élelmiszerpazarlás csökkentéséért. A koronavírus járvány kezdetekor kirobbanó pánik és a kezdeti élelmiszer felhalmozás után világszerte tonnaszám végezték a kukában a feleslegessé vált romlandó élelmiszerek. Bár az emberek döntő többséget tagadja, hogy kidobná az ételeket, mégis több millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik minden évben. A legtöbben nem is számolnak utána, hogy a pazarlás akár évi 100 000 forintjukba is kerülhet. Megállás nélkül készítik az ételeket ebben az esztergomi étteremben. Egy átlagos napon akár több tucat ember is megfordul itt. A legtöbben hagynak maradékot a tányéron. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a megmaradt ételekkel mi is történik. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Miután a kedves vendég befejezte az étkezést, ezt mi bevisszük a konyhára, és megfelelő edényekben, hordókban tároljuk, tehát semmiféleképpen nem kukába és egyéb helyekre dobjuk ki. A legtöbb élelmiszer hulladék nem a vendéglátó egységekben keletkezik. Az éttermekből kikerülő maradék ugyanis az összélelmiszer hulladék csupán 12%-át teszi ki. A kukába kerülő ételek több mint 50%-áért a háztartások a felelősek. Csak Magyarországon évente 270 kg élelmiszer hulladék keletkezik családonként. Ez azt jelenti, hogy az ételek több mint egy harmada a szemétbe kerül. Ráadásul ez a szám egyre emelkedik. Ez egy májpástétom, mondjuk ennél is nyilván van egy dátumunk, ez is 2022, úgyhogy ez is még egy nagyon sokáig jó termék. Az élelmiszerpazarlás a tudatos vásárlással elkerülhető. Erről Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke beszélt. Ez összességében ugye több 100 000 tonna élelmiszer felesleg, aminek egyrészt van egy fenntarthatósági hatása, hiszen az összes erőforrást, amit ennek a megtermeléséhez felhasználtuk, azt is kidobjuk, illetve hát a pénztárcánkra is hatással van. Míg 2018-ban egy család mintegy 50 000 forint értékű élelmiszer dobott a kukába. 2020-ban ez az összeg már elérheti a 120 000 forintot. Kérem, mit csinál? Miért cipelne annyit, hölgyem? Az ételek egyharmada úgyis a szemétbe kerül. Ezzel is ehhez hasonló videókkal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlásra az Éj maradéktalanul kampány, amiben tippeket és segítséget kaphatnak az emberek a tudatos vásárláshoz. A februárig tartó kezdeményezés célja a szemléletformálás, a tudatos vásárlói szokások kialakítása, és ezzel hosszú távon az élelmiszerpazarlás csökkentése. Az európai elfogató parancs alapján fogtak el egy holland férfit a rendőrök a terrorelhárítási központ munkatársaival egyeken. A körözés szerint a férfi erőszakosan lépett fel a holland hatóságokkal szemben, és gyanú merült fel arra is, hogy fegyvereket tart magánál. A gyanúsított jelenleg őrizetben van, további sorsáról a fővárosi törvényszék dönt. Újabb árokon próbált nyerészkedni egy idős nyugdíjason, most azonban az áldozat ejtette át a szélhámost. A csaló a nő fiának adta ki magát, az idős asszony azonban rögtön rájött, hogy ez nem igaz, felhívta a fiát, aki értesítette a rendőröket. A mit sem sejtő csaló közben megpróbálta rávenni a nőt, hogy szedjen össze 1,5 millió forintot, majd azt a lakása előtt adja át egy futárnak. A házhoz érkező csalót a rendőrök elfogták, társát még keresik.